ezeknek a figuráknak az volt a kulcs szerepe, hogy valahogy a fekete és a fehér kultúrát össze tudta kötni. Úgy alakult a családi kontextus, hogy apámnak Hendrix volt a kedvence, most is kint van egy hatalmas Hendrix kép a szobájában, és ő ezt hallgatta állandóan, illetve ezt a három lemezt, mert szeretnénk pontosítani, hogy ez a második Hendrix album, de itt 2 éven belül 3 album született, 66-67-ben, Londonban, és én azt gondolom, hogy ez egy összetartozó anyag, de számomra ez a Bold as Love című lemez a legkiemelkedőbb. Az volt a számomra fontos része, hogy ez még a zene tudás előtti impulzus, tehát amikor a zenét még valahogy ilyen egységében hallottam, tehát úgy volt rám hatás, hogy nem tudtam feltétlenül elemezni, vagy szétbontani összhangzattanilag, ritmikailag, hangnemben, tempóban, groove-ban, ahogy most már gondolkozok, ilyen analitikus módon. Ez nem volt meg, hanem egy ilyen gyerekkori ős élmény volt, és ebben is egy ilyen elsöprő, sodró, pozitív, felhőtlen időszaknak a hangulata az, ami most is visszatér bennem, ha ezt hallgatom. A családi meghittségnek, örömnek és ilyen önfelett lehetőségeknek az élményéhez kapcsolódik. Tehát amikor fiatalok az embernek a szülei, de már van testvér, de sokat vagyunk együtt, sokat hallgatunk, a szabad hétvégék, a közös reggelik, a kirándulások, tehát egy ilyen nagyon pozitív gyerekkori élményhez kapcsolódik, és aztán utána még belemehetnék, hogy zeneileg ez egy mennyire komplex album, meg kulturálisan szerintem ez egy mennyire komplex dolog, de itt alapvetően az az élmény, ez a pozitív élmény az, amihez ez a lemezhez kötődik, és ebben az időben kezdtem el ugye zenélni, 7 éves koromban kezdtem el zongorázni, de már szerintem az előző 1-2 évben ezt sokat hallgattuk kazettán, és akkor ahogy elkezdtem zenét tanulni, megpróbáltam ezeket a dalokat valahogy kifejezni, vagy hagyni, hogy hatással legyenek rám, és a zenélni nem tudás élménye, ahogy zenélni tanulás élményé konvertálódik, abban az időszakban ez egy ilyen hangulati élmény volt nekem ez az album, és ezt elvesztettem sajnos, ezt a képességemet. Mindig próbálom ezt újra és újra megtanulni, hogy valahogy úgy tekintsek egészében egy zenére, vagy egy dalra, vagy egy albumra, ahogy mondjuk úgy azok az emberek tekintenek, akik nem zenészek, tehát nem ez az analitikus, elemző módon, ami jellemző rám, és ezt egy picit elvesztettem, amit sajnálok, és ez az lemez emlékeztet erre a tapasztalatra, hogy milyen úgy zenét hallgatni, hogy ez így átfolyik az emberen, anélkül, hogy szétszedegetné és boncolgatná. Kemonnal beszélgettem erről a dologról, egy zenekari alkotótáboron, és nagyon mélyen beszélgettünk a zenéről éjszakában nyúlóan, és Hendrix mellett Bob Marley-t hozta föl párhuzamként, és igazából ez korábban is megfordult bennem ez a gondolat, és most már teljesen biztos vagyok benne, hogy ezeknek a figuráknak, Hendrixnek és Marleynak is az volt a kulcs szerepe, hogy valahogy a fekete és a fehér kultúrát össze tudta kötni. És az üzeneteik, meg a zenei felfogásuk az egy nagyon ilyen híd szerepet töltött be. Például a Hendrixnek 2 fehér ember volt a zenésztársa, a Noel Redding és a Mitch Mitchell, akik a Hendrix egy doksiba például azt mondja, hogy a Noel Reddinggel azért kezdett el zenélni, mert 2-3 dalt jól játszottak el együtt, és jó volt a haja. Tehát, hogy nem voltak így túl gondolva a dolgok, de én azt gondolom, hogy ez alatt tudatlanul, vagy a tudatalattiban ennek volt egy nagyon komoly ilyen manifestációja, hogy a 60-as évek végén már egyszerűen érezték az ilyen pozitív lelki emberek azt, hogy ezeket a falakat érdemes áthágni, akár mekkora áldozatok árán, és valami olyan hibrid dolgot összehozni, ami nem a fekete és a fehér zenét nem elválasztja egymástól, hanem azokat egy ilyen konglomerátumba összehozva felszorozza mind a kettőt. Tehát én alapvetően mindig azon kapom magam, hogy fekete zenéket hallgatok, fekete zenéket szeretek, azt játszottam DJ-ként is, R&B-t, hip-hopot, reggae-t, dancehall, karib zenét, latin zenét, de tagadhatatlanul rendkívül fontos például nekem a kárpát-medencei kultúra, az autentikus magyar népzene, a magyar szöveg, és pont például Kemonnak meg Szenának a barátsága során ébredek rá arra, hogy ők is mennyire zseniálisan tudják ezt a dolgot itt a mi kisebb világunkban, kisebb dimenziónkban összegezni, vagy egy ilyen hibrid rendszerbe állítani, de ez egy nagyon nehéz folyamat. Ez egy nagyon nehéz folyamat, mert ennek van egy személyes sztoria, meg van egy társadalmi, kulturális sztoria, de valahogy én azt érzem, hogy ez a lemez, ez mindent ötvöz, ami mondjuk a 60-as, 70-es éveknek fordulójának a legjellemzőbb, legerősebb és legpozitívabb része a fehér és a fekete oldalról. Tehát a Hendrixnek a korábbi életútjáról lehet tudni, hogy óriási rock and roll, meg blues, meg blues és rock and roll zenekarokban játszott, Little Richarddal, meg Chuck Berry volt az ikonja, és ez az egész rockis dolog, meg bluesos dolog abszolút benne van a zenében, de aztán mégis ilyen hip-hoppos, funkos, ilyen európai kulturális elemek is, bocsánat, a hip-hop meg a funk nyilván nem ide vonatkozik, ez egy abszolút amerikai fekete dolog, de valahogy mégis azt érzem, hogy van ennek talán London miatt egy ilyen európer íze, amire nem véletlenül figyelt föl az egész akkori londoni kultúra vagy szubkultúra, szerintem ezt akkor már nem lehetett a Beatles szubkultúrának nevezni, tehát például Paul McCartney is ledobta a láncot, amikor először hallotta a Hendrixet, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő Londonban futott be, és aztán onnan tudták vissza exportálni, illetve importálni Amerikába, és ez a kultúrák közötti mozgás egy ilyen elképesztően tehetséges ember számára ez egy baromi izgalmas közeget teremt, amivel meg tudja szólítani a fehér közönségét, ugye a Londonban túlnyomó részt fehér közönsége volt, és aztán Amerikában meg éppen az aktuális ilyen béke mozgalmakhoz is tudott kapcsolódni. A pszichedelikus ügyekről meg ne is beszéljünk, meg az egész hippi mozgalomról, mert az még inkább erősíti ezt a dolgot, és az album címe is ez, hogy végül is az ő árszpoétikájának a tengelye az a szeretet, aminek van egy szerintem egy transzcendenssel való összefüggése is, de van benne szerintem egy kulturális, lehet, hogy belemagyarázom, de én azt gondolom, hogy egy fekete-fehér kulturális tenge is, amit ő a szeretetként apostrofál.